A számos ókori hindu szövegben említett Dvarka városáról azt hitték, hogy csak mítosz volt. A napi érdekes YouTube csatorna mai videójában Dvarka elveszett városáról lesz szó. Tartsatok velem! Tisztelnünk kell más vallásokat is, mint amennyire a sajátunkat tiszteljük. A történelem során számtalan ősi várost építettek szerte a világon. E városok némelyike annyira lenyűgöző volt, hogy verseket mondtak a tiszteletükre, és néhány közülük olyan fenséges volt, hogy az emberek azt hitték, istenek építették őket. Teotihuacán is egy jó példa erre a mai Mexikó területén. Más városokról, például Atlantisról azt mondják, hogy olyan fejlett civilizációk otthona volt, amelyek rejtélyes módon eltűntek a történelmi feljegyzésekből is. De Atlantis csak egy a sok példa közül, egy Dvarka nevű ősi város, egy másik szép példa, és valószínűleg soha nem hallottál még róla. Én ezért imádom a mitológiát, mert hasonló dolgokról hallhatunk. De néha a mítoszok nem állnak messze a tényektől. Ilyen például egy legendás elveszett város, amelyről azt mondják, hogy a mai India területén feküdt. Dvarka városát állítólag egy mennyei istenség építette, és létezését az egyik legszentebb ősi hindu szöveg, a Mahábhárát tanúsítja. Dvarka az a hely, ahol a mítoszok összeolvadtak a valósággal. A legendák szerint Dvarkát a szentírás szerinti leghatalmasabb istenség alapította, Krishna. Dvarka volt az Amnarta királyság fővárosa. A hindu eposzokban és a puránákban Dvarkát Dvaravatinak hívják, és egyike a 7 zarándoklat helyszínnek, amely helyeket a spirituális felszabadulás érdekében hoztak létre. India szerte sok szent zarándokhely van, amelyekre hétköznap és a különböző vallási ünnepeken is számtalan ember látogat el. Azért látogatják meg, hogy erőt merítsenek az önmegvalósítás tökéletességének eléréséhez. Úgy emlegetik, mint a hindu Atlantis, egy hatalmas, virágzó városnak, amelyet végül felemészt az óceán. A hatalmas város egy szigeten épült, nem messze India partjától. Azonban Dvarka is elsüllyedt, mint Atlantis. A mítosz szerint Dvarka elmerülésének szemtanúja Arjuna volt, a szentírás egyik főszereplője, aki a következőképpen írja le a katasztrófaszerű eseményt. A partokat verő tenger hirtelen áttörte a természet által rászabott határt. A tenger berohant a városba. Láttam, ahogy a gyönyörű épületek sorra elmerülnek. Néhány pillanat alatt mindennek vége volt. A tenger most olyan nyugodt lett, mint egy tó. Dvarka csak egy név maradt, csak egy emlék. Részletek a Mausala Parvából. A városban csodálatos széles utak és jól díszített terek voltak. Otthona volt számos mesterséges tónak és tömérdek gazdag kertnek. De ami a legfontosabb, Dvarka 800 palotának adott otthont, amelyek állítólag ezüstből, aranyból és drága kövekből készültek. Egykor mítosz és legenda volt, mára már valóság. Az 1990-es évekig a városról azt hitték, hogy csak a legendákban létezik. Azonban ezekre a legendákra alapozva a 90-es években Ranganatha Rao régész kutatásokat végzett a jelenlegi Dvarka város Kambai aranya partjainál, és megtalálta egy ókori építmények, ősi horgonyok és ősi edények maradványait. Kultúra, amely a Krisztus előtti 3. évezredre nyúlik vissza. Rao felfedezései Dvarka csak mitológiai helynek számított, bár a várost a hinduizmus elsődleges szent szövegei említik, soha nem találtak bizonyítékot ezelőtt a létezésére. Dvarka, amelynek neve az urdu, más néven Dvar, kapuszóból származik.
Miközben a téma után kutattam, feltűnt egy összefüggés. Véletlen a dvarka szó kimondása közben az udvar szó jutott eszembe. Feltűnt a hasonlóság, de egyik forrásban sem találtam erre való utalást. Ennek ellenére utána kerestem az udvar szó eredetének. A magyar udvar szó szanszkrit eredetű. Nem meglepő egybeesés, a szanszkrit, más néven óindiai nyelv, a világ egyik legősibb nyelve. Ráadásul a hindu vallás szent nyelve. Szóval az, amire gondoltam, miszerint a dvarka és az udvar szó rokonszavak helyesnek bizonyult. A magyar udvar szó egy hindu eredetű szó, és szinte azonos a jelentése dvarka nevével. De térjünk vissza. A hindu szent szövegek szerint dvarkát akár 6-szor is eltemette az óceán, dagályhullámok és tájfunok áldozataként, de az isteni kegyelem mindig a felszínre hozta. Krisna otthona maradt. Manapság viszont az óceán olyan maradványokat temet el, amelyek fontossága kétségtelen. Az indiai kormány nem biztosított elég forrást az elsüllyedt város dokumentálására, és nem tett eleget a több ezer éves maradványainak védelmére sem. Így valószínűleg örökké az óceán fogságában maradnak.